Férfiak esetében a foltokban kopaszodás a legfőbb oka az alopéciának, kopaszodásnak vagy a hajhullásnak. Ahogy arra az orvosi elnevezése, az androgenetikus alopécia utal, ezt az állapotot bizonyos hormonok, melyeket gyűjtőnevén androgéneknek nevezünk, és olyan gének eredményezik, melyek befolyásolják, hogy a haj hogyan reagál az androgénekre. A hajhullás elsődleges oka a nők esetében is a foltokban kopaszodás egyik formája, melyet női foltokban kopaszodásnak nevezünk. A legtöbb férfi és nő genetikailag hajlamos az ilyen típusú hajhullás kialakulására, mert öröklik ezeket a géneket. A páciensek többségénél a hajhullás ezen formája általában 20 és 45 év között jelentkezik, de akár nagyon fiatal korban is megjelenhet és végigkísérheti az embert egész életén keresztül. A férfiak foltokban kopaszodása általában a hajvonal hátrahúzódásával, a haj fejtetőn való ritkulásával kezdődik, és a részleges hajvesztéstől a patkó alakú kopaszodásig terjedhet, amikor csak a fej hátsó és